A videóhoz a legújabb TOPSZ Matchatax 2023-24-es adventi kalendáriumot a sajtóforrás biztosította. Megtaláltok a linket a leírásban, sajtóforrás.hu. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárt Szón, és a mai videóban a legújabb Matchataxos adventi kalendáriumot nézzük meg, ami gigantikus méretűre sikerült ilyen dupla fű kombinációval, meg kihúzott állvánnyal kell itt operálni, hogy nagyjából ráférhessen az asztalra. Tényleg nagyon nagy egyébként, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi jön majd belőle, mert hogy egyébként 120 kártya található meg a dobozban. 10.000 forintért ez azért kifejezetten egy jó ajánlat. Illetve a Matchatax is azért, ahogy látom, oda tette magát, mert nagyon szép a háttér, nagyon jó kis ilyen játékosok vannak rajta, illetve van 24 különböző, különleges, csillogós kártya, ami csak innen bontható. Ez nagyon durva, mert a fémdobozokhoz is, a kicsihez 2, a nagyhoz 4 jár, de 24 különleges kártya, az döbbenetesen sok, úgyhogy már csak emiatt is, mert hogy vannak nagy nevek, emiatt is megéri egyébként megvenni, illetve továbbra is ott az esély, hogy nagyon értékes energy-t, dupla aláírtat, sima aláírtat, shield kártyát, vagy black edge-et nyis, és 120 kártyából azért szerintem egy-két értékes be fog jönni. Egyébként itt részletezi az esélyeket, hogy mi a részlet a kártyák a kapcsolatban. Itt írja, hogy 24 darab Exclusive Festive Edition Squad Zone, 96 darab random kártya van benne, na és akkor ott lehet, ugye ez a nagyon szép dupla aláír, ilyen jó minőségű fotóba így kinyomtatom, nem is láttam, nagyon szép egyébként a doboznyomtatási minőség, a többi információ pedig majd a checklisten lesz, és akkor itt megyünk át. Mert hogy én megnéztem a Sportcast Hungary videóját, ahol indokolatlanul fikázta le, hogy benne van a Juventus, ami ugye hiba, hiszen nincsen az egyik ilyen eseményben se benne a Juventus, se a Bajnokok Ligája, se a Konferencia Liga, se az Európa Ligába, de itt már letisztázták előre, kérlek szépen, júliusban már lezárták az adventi kalendáriumot, és itt van a teljes checklist, tehát ezért nem szabad úgymond most szidni a topsz, ez fair, mert ott van a starter pakban, hogy milyenek lesznek. És akkor itt viszont elveszik a poén, hogy itt trükközni akar a topsz, ezt mondjuk nem értem, mert itt ilyen kérdőjelesen ilyen nagy rejtélyekben van, de ez teljesen felesleges ez az rejtély, mert ha megvan a starter pak, akkor pontosan látod, hogy milyen kártyák lesznek benne, lesznek Maldini, Zanetti, Bellingham, Saka, csak hogy ilyen nagyobb neveket is mondjak, akár ikonokat is, Ronaldinho kártyád is lehet innen. Elég a szövegelésben, ez volt a lényeg, tehát ezek átigazolások szempontjából nem frissítettek, ahhoz a multipakkokat kell majd megvenned, hiszen vannak ilyen különleges multipakkok. Most jelenleg a New Signings, a Screen Team, ami megjelent, tehát azokkal tudsz operálni, hogyha ilyenekre vágysz, ez a countdown kalendár, adventi kalendárom, az már nyáron megvolt, viszont mekkora, mert hogy ki is lehet nyitni, és az ebből szerezhető kártyákat sehonnan máshonnan nem fog tudni kibontani. Én azt mondom, hogy akkor haladjunk sorrendben, egyes ablak, nagyon jól néz ki, tavaly is nagyon jól nézett ki, idén is nagyon jól néz ki. Vannak kérdések, hogy vajon ilyen kvíz jellegűen kik lehetnek ott benne, de engem ez cseppet se érdekel, engem csak a kártya, ami izgat, és az ablakba ott van ilyen szép műanyaggal van, tehát talán nem fog annyira sérülni a kártya, elég jó védelme van. De lessük is meg akkor az első pakot, hogy kell ezt elképzelni, hoppáré, és akkor már jön a kifejezetten menő Bukayo Saka 100 klábos kártya. Az mondjuk durva az elsőből, és itt a speciális tűzijáték, bujék effektes, vagy hó akar lenni, de nagyon jól néz ki, sőt a fólia mintha ilyen mattos, ilyen tapogatos lenne, legalábbis érzem rajta a recéket, elképesztően jól néz ki. Thibaut Courtois Exclusive Edition, oda is van írva, és ilyen hó is rajta van a kártyán, azért illet volna a kártyát letakarítani, mielőtt kiadják, kis hó azért rákerül. Nagyon szép, külön gyűjtem ezeket a Exclusive Festive Edition kártyákat, illetve amiket értékesnek vélek, mert szeretném látni, hogy mennyi értékesebb lapot lehet kinyitni egy ilyen 120 kártyás adventiből. Remélem jön valami Shield vagy Black Edge, az nagyon szuper lenne egyébként. Na nézzük a következő pakot, összesen 24-et fogunk kibontani, és itt az elején egyből egy Tavernier. Majd utána pedig egy Heritage, azt azért nem rakom az extrém különlegesek közé, viszont kettő csillogós, ez mindenféleképpen jónak számít.
Hármas ablak. Hol a hármas ablak? Itt van alul a hármas ablak. Egészen kultúráltan nyílik. Jó a hang. Ez a perforáció, ez nagyon jól meg van csinálva. Könnyen nyitható. És tehát jó hangja van bontásnak. Fehér pakkok, azért mondjuk lehetett volna színes, de hát annyi baj legyen. Na, egy kristál kártya, azokat is külön gyűjtöm, azért ezt nem tenném a 100 klubosokkal egy szintre. De kristálnak kristál, és az meg menő. Itt a következő Squad Zone, ez pedig a Maldini. Nagyon rendben, 99-es támadó pontszámmal, azért az eléggé félelmetes. Négyes ablak, hova került, itt is van középen. Teljesen könnyedén lehet kibontani, azt hittem, hogy ez ennél azért jóval nehezebb lesz, de nagyon könnyen nyílik, még biztos, hogy hasonló a koncepció, mint a tavainál, de egyelőre nagyon tetszenek. Sokkal jobban tetszenek ezek a Squad Zone Exclusive Edition kártyák, mint tavaly, szinte még szebbek lettek, sikerült ebben is fejlődni, és ott a kettő csillogós a pakban, úgyhogy ez a kalendárium arra is jó lehet, hogyha eleged van az alapkártyákból, mert ahogy látom, nagyon-nagyon jó eséllyel lehet a csillogósokat nyitni belőle. Jó, ötös, az itt van fönn. Úgyhogy nézzük is. Lássuk meg, hogy ebben mi van. Energy ugye 36 pakkonként bontható, de itt nincs 36 ablak, úgyhogy arra van talán a legkevesebb esély. Bellingham, Real Madridos mezben, Haaland, és egy Juventusos captain kártya, az is csillogósnak számolja a topsz egyébként. Hatos ablak, a hatos pedig, itt van, kellett keresni egy picit, de megvan az. Na nézzük, kristál már látszódik, kettő alapapkártya, van egy Hatate kristál, egy kult híró, illetve a végén egy Verratti. Nagyon szuper jó. Oké, heteshez megyünk tovább, az pedig egyébként itt van alul. Úgy, pakkot kultúrát módon kitépjük belőle. Arra a Ronaldinho-ra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy néz ki. Magyart is jó lenne nyitni, nem jön belőle egyenlőre, hiszen lehet gulácsit, lehet mindenféle magyart. Kettő csillogós. Ó, és itt van Bukayo Saka. Nagyon szép, arzenálos kártyája az ifjú tehetségnek. Nyolcas ablak, az meg itt jön fenn. Igazi ünnepi hangulat. Még kicsit korai ez az adventizés, de aki nem akar lemaradni róla, mert hogy azért már novemberben nem biztos, hogy meg tud venni, vagy hát november végén inkább. Még elején azért tuti. De nem árt sietni, én ezt akartam mondani ezzel. Ki tudja, hogy meddig lesz. Úgy, Bruno Fernandes volt. 8-as, 9-es jön. Ez itt van alul. Úgyni. Nézzük is. Egyébként a Topps más szériákhoz is gyártott advent. Itt van a Bundesligához is. Ez külföldön kapható, az is izgalmas. Jók ezek az adventi termékek. Még mindig. Vlahovic. Nagyon szép. 10-es ablak. Aztán a Topsnál megnyitnék egy második albumot. Ez is 24 kártya, tehát ez azért sok oldal lesz. 3 oldal, úgyhogy bizony, hogy kell egy még egy album, hogyha ilyenekre is rá akarsz menni, mint ez a Ronaldinho 99-es pontszám, Squad Zone 10. Wow, de szépen néz ki, Ronaldinho. Na, ennek örülök. Kettő csillogós, megint kettő alapabb kártya társaságában. 11-es ablak jön, amit ismét nem találok, pedig nagyon nézem, de megvan. Ott is a 11. És akkor nézzük is. Ebben mi van? Salah. Mohamed Salah szoboszlai csapattársa. Arzenál, illetve egy Salzburgos kettén, meg kettő alapabb típusú kártya. 12-es ablak, ami most jönne. Ha nyitva hagynám őket, akkor nem kellene azokat átnézni, amit már kibontottam így, hogy visszacsukogattam, egészen nehéz a feladat, de megvan. Úgy. És akkor nézzük is. Következő megint egy arzenálos Timber. Nagyon jó. Ő is egy ilyen újabb igazolás. Olyan extrém értékes kártyák közül egyből az elsőből bedurrantottam a 100 klubosat, azóta viszont sehol semmi, amilyen kifejezetten olyan értékes lenne, és nem garantált persze. 14-es jön, ha jól számolom. Hol számolom? Nem, 13. Kihagytam a 13-at. Jó,
Nagyon előre akartam szaladni. Úgy, nézzük akkor a 13-asat. És ott is van, következő, egy Erik Maxim Csupo Moting. Lipcse logó. Na és akkor most jöhet a 14-es. Úgyhogy fél távot már elhagytuk. Azt mondja, ez pedig egy Kubo. Ó, ott a krisztál, harmadik krisztál, nagyon jó. És már azért jönnek a krisztálkártyák, elég szépen. 15-öset kellene kibontani. Az itt alul van. Nézzük is, ez pedig egy Vidic, na ott az ikon. Nagyon jó. Nagyon tetszik. Szuper jó. Ezek, hogy ilyen retro ikonokat is beleraktak, ez különösen tetszik, hogy nem csak jelenkori játékosokat lehet bontani, ez tovább nyomja a latba, hogy mennyire tetszik nekem ez. Már ezek garantálva vannak, itt nem kell lutrizgatni, hogy most ez benne lesz az az ikon, vagy nem, hanem ott van, tessék. Következő, egy meg nem, síró nagyobb ikon lett volna. Van itt egy Rashford, illetve még három alaptípusú kártya, tehát ebben nem volt olyan sok a csillogós. 17-es ablakhoz érkezünk el, ami itt fönt van, teljesen átjár az ünnep, csak jöjjön már valami jó kártya. Oda a Száz Club mellé szeretnék még valakit berakni. Ez egy Kevin De Bruyne, és itt van az első kártya, pont egy ilyen nagy névne, ami picit, én azt látom, hogy ez egy sérült. Ott elég érdekesen három helyen is meg van pörsenve ott a széle, illetve ott is, fönt is, meg a sarka is. Ez annyira nem hibátlan, pedig úgy nem feltűnő a sérülés rajta. Albumba jó lesz, csak furcsáltam. Egy bontatlan pakból ilyen furán sérültebben jött ki. 18-as ablak. Ez itt van alul. Úgy. Nézzük, hogy ebben mi van. Van benne egy Mukoko. Dortmundas Mukoko, illetve még kettő. Nézzük a 19-eset. Most már elég a végén járunk. Én kevésnek érzem így 19 ablak után az egyetlen egy 100 klubot. Úgyhogy reménykedek valami jóban még. Ha jó, az garantál van. Teo Hernández révén. 20-as ablak érkezik. Az pedig... Hol a 20-as? Kérem szépen. Hol? De eltűnt a 20. Nincs 20. Komolyan nincs 20, 21, 24, 23, 22, az alján van a 20. Ha, nézzed, ahogy elbújt, nem találtam volna meg. Zseniális. Na, 20-as ablak. Hát, ha ebbe lesz a jó. Gyerünk. Van benne jó, Zakagni. Illetve egy Bappé, na, az már tényleg jó. 21-eset keresem, nagyon lelkesen. Itt a 21-es. Nézzük is. Ott van. Dybala. A speckó kártya. 22. Ami brazil lesz a leírás alapján. Ugye angolul van rajta. Nem kifejezetten Magyarországra gyártott termék közben. Teljesen elmegy a hangom. Ráfinja. Ó, jaj. Picit csalódott vagyok, hogy egyetlen egy 100 klub az, ami amúgy értékesebből. És nagy nyitásnak számít. De hát azért az se akkora, hogy most egy Energy lenne, vagy egy Black Edge. Teszem azt. Oké, Barella. Nagyon szép. Majd utána pedig kettő csillogós. Hol a 24-es, ez az utolsó ablak, amiben reménykedhetünk. Nézzük karácsonykor, mit kap az ember a Topstól. Gyerünk, mutasd. Valami jó legyen, légy szíves. Almiron. Almiron, virgácsot kapok a Topstól karácsonyra. Köszönöm szépen. Hát, ez brutálisan gyenge volt, mert én sokkal jobbra számítottam. Mivel, hogy... Na. Hát, ilyenek vannak rajta. Ennek a közelében nem jártam.
egyetlen egy, még külön kategóriát is nyitottam neki, egyetlen egy 100 klubból sikerült kinyitnom. Jó pár csillagost és alapkártyát, tehát album boost az van. Az van bőségesen. Illetve a kristálok mondhatok még különlegesnek, de nagy név, abból se jött Tadic a legnagyobb név, de egyébként vannak benne óriási nagy sztárok, és senkinek nem jött a kristálja. Az alapkártyák miatt nagyon-nagyon megéri, ez nagyon tetszik, viszont ez, hogy ezek legalább garantálnak, itt nem lutrizol, itt jön a Maldini, jön a Ronaldinhód, jön a, mit tudom én, Rafinha, Dybala, amit szeretnél, ez jó, ez a pakli miatt megéri megvenni, és ha nem nyitve semmi jót, akkor is megérte. Úgyhogy ez az, ami megmenti a dolgot. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót. Legközelebb találkozunk a következő részben. Addig is jók lehetek. Ez volt a Topps Match Attacks idei adventi kalendáriuma.